Sziasztok! Én Geda Csinál vagyok, és ez itt a Hogyan készíts klassz LEGO dolgokat második része. Amint látjátok, ez már egy másik sablon, mert a másik tönkrement. Na, ebben a videóban egy sárkányt fogunk megépíteni. Itt vannak az elemek. Az operatőröm remélhetőleg hátrébb megy, hogy az összes elem látszódjon így egy képben. És most állítsa meg a videót az, aki meg akarja építeni. Na! Vágjunk is bele! Az első dolgunk a fej megépítése, ami nagyon egyszerű. Fogunk egy ilyen kis darabkát, ne felejtjétek, ilyen kis lépcső alakú legyen, de nem felfele, hanem muszáj menni még lefele. És fogunk egy ilyen elemet, ilyen helikopter ablakelemet, és ezt így rátesszük, hogy a lépcső teteje felfele nézzen, hogy itt legyen egy kis lyuk. Utána, igazából ezt értelmetlen volt összerakni, mert ez még nem így van. Kell egy ilyen szarv tartóelem kombináció. Ha nincs épp ilyen szarv, akkor lehet használni helyette ilyet. De én most ezt használom. Na. Ezeket így rátesszük a tetejére, hogy az olyan. És így már meg is van a szarva. Meg még az kell, hogy ilyen szemes kombinációkat teszünk rá. Bármilyen fajta kör lehet, csak az a lényeg, hogy vagy egyszínű, vagy egy formájú legyen. Na, ez így már cuki. Ezt még mindig nem rakom rá, mert még jön az a rész, hogy fogunk egy ilyet, egy ilyen rácsos elemet, de akár lehet egy ilyen sima lapos elem is, nem muszáj rácsosnak. Meg egy ilyen kettest. Ezeket ide rakjuk, és így már ráruhatjuk a fejet. Ha azt kérdeznétek, hogy miért kell ide ez, azért, hogy megtartsa a szemet. Rosszul raktam rá, mert itt még hátul kell egy kettes, hogy azért meglegyen a kellő távolság a kettő között. Na, és így már készen is van a fej. Hát, cuki, nagyon édes, de attól még ijesztő. Na, tegyük félre. Jön a test. A testnek az első eleme, az két ilyen elem. Ennek a hátuljára rakunk ilyen elemeket. Muszáj, hogy ilyenek legyenek. És még ugyanúgy ilyeneket is rakunk rá. Ezekre az oldalakra 4-4 kéz kell. Nem muszáj felülre tenni a szürkét, meg úgy rendezitek el, ahogy akarjátok. De nekem ilyen ízés lesz. Ilyen szép rendezett. Bekentem a kezem valami ilyen kézkrémmel, és most nagyon ragad. Úgyhogy azért nem tudom így összepattintani hirtelenből az elemeket. Még egy ilyen elem kell. Meg egy ilyen kis lapos. Összetesszük őket, és rátesszük a hasára. Igazából az a négyes elem, amit ide raktam alá, az nem is nagyon kell, csak úgy odraktam, hogy ne fogjon az elem. Utána két kis lábat rakunk alulra. Mondom, hogy a kézkrém van a kezemben. Fogunk egy ilyet, amit már korábban is bemutattam, ilyen kis kés. Rárakjuk egy ilyenre, és vagy így, vagy felülre, vagy lefele álljon a farka. Utána rárakod ezt a kis elemet még a fejének a hátuljára, ebbe a kis lépcsőfokba kell beleépíteni. Na, a fejének be. És még ugye hátul tettünk ilyen elemeket, amikre aztán a mini szárnyak így rákerülnek. Ezután a fejet ennél fogva ráillesztjük. És már készen is van a pici sárkányunk. Ha össze akarjátok gömbölyíteni, akkor annyi a dolgotok, hogy a kezeit bezárjátok, alulra teszitek így az izét, hátulra a két
két szárnyát, de előbb a farkát így beteszitek hátulra. Ha úgy fordítatok. Hoppá, ezt nem tettem rá rendesen. Na. Ez miért a fejjebb, mint ez? Á, megvan. Aj, bocsi, sok bakiért. Na. Ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel. Ez volt a Hogyan építs klassz LEGO dolgokat második része. Sziasztok!